Jó estét kívánunk! Szép jó estét mindenkinek! Hát ez bizony egy újabb péntek, egyre közelebb az ünnephez, de még mindig itt vagyunk veletek. Ez egy Sound Arena Talk Show, én vagyok a Sebeko Junior. Én pedig a Méni Ek. Igen, és így próbálunk... Mi vagyunk a Méniek. És most próbálunk valami évszakot ábrázolni így az öltözékünkkel. Te valahol a kemény szibériai tél, én valahol igen, itt a laza tavasz ábrázolásában. Aki esetleg az én privát Instagramomat követi Méniek néven, az láthatott sztoriba olyat, hogy szemmig voltam fölöltözve a sálamba. Ma szükség is volt rá, hiszen az a jeges szél, amivel az a hőmérséklet párosult, hát nem a mi világunk. Az hagyján, hogy ezzel párosul, de hát ugye én meg Dunaparton teszem le az autómat, és hát ott a hideg, az fokozottan hideg. Azért tudjuk, hogy ott van egy kis mikroklíma. Úgyhogy tényleg a baseball sapkám ugye fordítva volt előre a simlivel, és tényleg ennyi látszott ki belőlem, ennyi. És te mennyit láttál? És az is sok volt. Ott kb. Ennyit. És így gondolkoztam, hogy jó, akkor előveszem a telefonomat, de mondom, basszus, nincs benne a látószögbe. Így meg már azért csak nem fogok, mondom, így meg nem jövök, megyek. Nekem az egyik kedvenc mozzanatom a rohadt hidegbe álltával, hogy hát felhúzom a kesztyümet, oldanám fel a telefont, aha. Hát a kesztyűn keresztül nem fogunk új lenyomatot olvasgatni, csak úgy, úgyhogy PIN kód, azt így valahogy behírjuk. Nem találtam meg a kesztyümet, és most már pedig indokolt lenne, mert... zsebretett kézzel. Versenykesztyű, ha más nem. A buszon a kapaszkodó is hideg, hát kormány hideg. Egyébként annyi előnye van a kesztyűs időszaknak, hogy olyankor legalább nem feltétlenül kell attól félni, hogy valami bacit összeszedsz a buszon a kapaszkodóról, hiszen az valamennyire ugye szigetel. Meg hát ugye nem hideg. Jó, ezektől a baciktól úgyse ijedek meg, mert jó, hát nyilván nem lehet félelemben élni. Egyébként a kesztyűt azt én úgy szoktam felvenni, hogy és akkor az valameddig olyan alapszintű védelmet nyújt, kemény 3 másodpercig, majd köddé válik, apropó köd. Nem tudom, én kinéztem az ablakon, és így eltűnt a táj az elmúlt néhány reggelen. Eléggé szürreális látvány volt. Igen, a tegnapi, a csütörtöki ilyen délután este fele az volt még olyan, hogy így megyek a kocsimhoz, mert a vágóhídnál. És akkor hol van? Láttam, és akkor egyszerűen így. Még látod is, ahogy a köd halad, mert ugye a lámpáknál így látod, mint hogyha felhő így jönne. Igen. És így mondom, ez egyszer csak így betalált, mondom, wow. Igen, és akkor nem, hogy hol a kocsi, hol a parkoló? De hol vagyok? Hol hagytam a parkot? Hol vagyok én? Igen. Mi ez? Ki vagyok én? És miért? Úgyhogy érdekes jelenség volt az első ilyen nagy köd mindenképp, és hát ugye benne a városban, amikor közlekedsz, és autóval próbálsz haladni a szépen kivilágított városba, ahol alapból ritka az olyan köd, hogy ne látnám mondjuk 20 méternél távolabb. Igen. És hát ugye a belvárosi köd az lényegében annyit jelent, hogy ilyen 100-200 méterre azért simán ellátsz, de a paraszt fölnyomja persze. A ködlámpát. De ahhoz még köd se kell. Azt tudjuk nagyon jól, hogy igen, valakinek ez itt fejben dől el. Hát azt mondták, köd van, és már nyomja föl. Igen. Azt nem tudja, hogy ked van-e vagy köd. Erre szokták mondani leginkább. Nagy fene köd van. Előttem majd olyan autó ment, ami semmilyen világítás nem kapcsolt be, és rá is jöttem, hogy miért, mert hát valószínűleg... Gyökér, állat, hát ott kezdődik, fasz, hogy egy azért, mert gyökér, kettő ugye a sokszor említett csipkebokor vesző, és a harmadik indok az az, hogy ugye korszerű autó, és hát valószínűleg ugye az indítással együtt felkapcsolódik a műszerfal világítás, de nem biztos, hogy az automata fényszóró azzal együtt működésbe lép. És így próbáltam neki mindenhogy jelezni, először csak a fényszóróval, ugye a fénykürttel, de hát azt hiheti azt, hogy megdöccentem egy buckán, és akkor azért világít hirtelen a szemébe. Akkor csináltam azt, hogy én lekapcsoltam a saját világításomat, majd vissza, majd megint vissza. De milyen paraszt mögöttem szórakozni. Volt egy olyan piros lámpa, már majdnem kiszálltam, hogy tényleg jó fejségből akartam neki szólni, hogy te fiú, amúgy nem világít sehol a lámpád, de pont addigra sárga, a zöld, mondom, így legyen rendes az ember, úgyhogy egyetlen lehetséges megoldásként azt láttam, hogy akkor sávot váltok, és szépen ott hagyom, mert hát így ugye mindig azt láttam, amikor fékez, de egyébként meg full sötét, és akkor láttam, amikor, hát megelőztem jobbról, hogy elől se világít neki semmi, úgyhogy mondom, jó, akkor szerintem belül se világít semmi, mert azt azért észre kellene venni sötétedés után. Ez egy eléggé előforduló jelenség, főleg, hogyha olyan helyeken közlekedik az ember, mint én, ahol vannak vasúti átjárók is, és mondjuk jön a tehervonat, az úgyis hosszú, lassú, mit tudom én, az ember szereti kikapcsolni, vagy lekapcsolni addig az autót, fönn a jelzőlap, a mellett is kigyullod a ki. Igen. Ki? Én? Hát
egyetem. És lekapcsol minden, és amikor elindul, akkor csak beröfenti a motort, és nem foglalkozik azzal, hogy basszus, lekapcsoltam a világítást, és így elindul, jobb esetben azért egy ilyen pár méter után ráeszmél, hogy ó, nem látok. Hát igen, de most sötétedés utánról beszélünk. Tehát észre kellene venni, is, hogy nem világítva. Amerre megy, ott ki van világítva, azt ugye a hülye ember lát, csak hát azért mégiscsak teljesen más, hogy a fő van nyomva. Hát inkább nézd, de nem lát. Tehát egész más az, amikor lekapcsolt lámpával mész, és térvilágítás van, de a saját világításod nem működik. Vagy az, hogy minden megy. Tehát, nem, tehát figyeljünk oda. Van baj, így is, úgy is, amúgy is elég. Persze. Tehát ilyen apróságokon nem újjon. Igen, csak hát nem tudtam a kollégának így jelezni, hogy változtasson. Na mindegy, úgyhogy így nagyjából ez volt. Most kezd egy picit ez az évvégi pörgés egy picikét alább hagyni. Hála jó égnek. Nem tudom, hogy nálad ez így munkában hogy ütközik ki, de nálam most már végre egy nagyon-nagyon picit. Nálam még épp az, hogy pörgés van, hogy az ünnepek között nem maradjon semmi. Igen, igen. Mert az ünnepek között nem feltétlenül szeretnék munkával foglalkozni. Hát nem. Igazából én, ha a saját munkámat akkor csinálnám, amikor a két ünnep közötti napokat éljük, az már régen rossz, hiszen ugye ott van az évvégi közlekedési rend, amit hát illik megszervezni időben, tehát akkor már tényleg régen késő lenne. Úgyhogy hál' Istennek tipikusan az lesz, hogy minden munkát be lehet fejezni az ünnepek előtt, és akkor utána szépen nyugodtan elmenni pihenni. És akkor harmadikáig semmi. Na, tehát a munkatéren én nem mondom azt, hogy nagyon pihennék. Például jó, a péntekek azok valamilyen szinten lazábbak, mint szoktak lenni, de a többi napra nem mondanám azt, hogy úgy nagyon ellennék keresztve. Én még így az ünnepek kapcsán, meg ugye a melóhelyel kapcsolatosan előző hétvégén voltam egy céges karácsonyi rendezvényen, ami minden évben egy kicsit vicces, mert hát ugye azokat a kollégákat, akik egy elég komoly munkakörben dolgoznak, és hát ugye ámulattal-bámulattal kéne őket nézni, hogy úristen, hát ez turkál a szárban. Ilyenkor úgy le tudnak aljasodni, de úgy mocsokod, és így... Én, aki ugye alapból nem iszok, tehát én nekem az egész éjszaka megvan, teljesen a buli végéig, mert magam az meglepve, ott voltam hajnali kettőig. Te a dokumentáló vagy. Igen, én vagyok az, akivel nem jó az utána lévő hétfőn találkozni, mert én tudom, hogy mik történtek. Igen. És most is volt olyan, hogy így a szégyen hétfőn, mert hát ugye buli utáni szégyen első hétfő az már jellegzetesen szégyen hétfő. Így ott voltam az egyik ilyen rendelőben, ahol ugye... orvosok, mindenféle munkatársak ugye jelen vannak, és pont műszakváltásra értem oda, tehát amikor két csapat találkozik, és próbálja egymással megfejteni, hogy mi volt, ki mire emlékszik, és mi történt valójában. Nagy társasjáték. Ott látszik az arcokon, hogy ezt nem igen, kellett volna, meg lehet, hogy ez kicsit sok volt, meg úristen, tényleg, ez komolyan? És így, oké. Okay. Én meg olyan jókat rögök, mert... Igen, hát ez így. Én csak a csendes megfigyelő igen. voltam, és... No, ha ti tudnátok, amit én... Úgyhogy ilyen, és ehhez hasonló élmények, ezek minden évben megvannak, amikor mit tudom, karácsonyi rendezvény van, farsangi buli, vagy bármi olyasmi, ahol az alkohol patakokban. Úgyhogy... Hát igen. Mindegy, de egyébként önmagában maga a buli az jó volt. Volt vendégzenekar, vendégénekes, és teljesen rendben volt az egész, és mondom, én is úgy gondoltam, hogy ilyen este 10-kor így, mint az árnyék így szépen így lelépek, mint minden évben. De nem, most úgy egyrészt, hogy a hangulat is egy kicsit más volt. Nem azt mondom, hogy buliztam, mert azért én ahhoz nyilván ügyelek több magamra, kollégák előtt. De úgymond így beszélgetés szintjén egyébként jó volt ott. Azok a legjobbak meg. Egyébként, tehát így kötetlenül lehet beszélgetni mindenkivel, meg bármi szóba meg jöhet. Hát ugye mivel én nem ittam, én voltam az ügyeletes sofőr, aki a végén így szórta az embereket különböző irányokban, úgyhogy ebből a szempontból azért egy fontos feladatot láttam. Így van, fontos felelősség, teljes munka. Így van, úgyhogy ez volt nekem az előző hétvégén. Így van. A múlt heti adás után én is egy
Oliver Carson kollégát mentem kisegíteni egy mikrofonnal, meg egy mikrofon kábellel, mert úgy volt, hogy a céges buli, amin ő hangosított, majd akarnak karaokizni is. Jézus. Végül ez nem jött össze, megjegyzem, hál' Istennek. God mert... bless. Az öli meg az összes bulit. Nekünk is volt egy ilyen megnyitó bulink, pár hónapja, ahol ugye ott is rendesen meg volt hirdetve, hogy átmegyünk egy kis szórakozóhelyre, csak a miénk, ott el lehet szórakozni, lötyögni, minden. Viszont 10 órakor elkezdődött a karaoke, és az az egyetlen dolog, amivel engem ki lehet kergetni bárhonnan. Jó, nagy számok törvénye, van olyan, amikor valaki tényleg jól tud énekelni, és nagyon jól előadja az adott számot, de... De a kis számok törvény alapján meg ez de nagyon kevés. Igen, tehát az nagyon ritkán van, és egyszerűen nem szeretem, amikor... Tehát zenével foglalkozunk, alapból bassza a fülünket, hogyha valaki rosszul énekel, vagy nem és, találja el hangokat, egész, valami hamis. És az egész nem is ott kezdődik, hiszen ugye nagyon kevés az a dal, aminek az instrumentája elérhető a világhálón, vagy hát úgy elérhető. Jó, hát ezeknek az ilyen utángyártott midis alapok. Ezzel foglalkozó karaokisok, azok azért nagyjából be vannak szerezve mindenféle dolgokkal. Igen, amikor jön valami utángyártott midis 100 éves alap, akkor azért tényleg már ott rosszul vagyok. Az is bassza a füledet, igen, de tényleg az, amikor az alkoholt hallod, és nem az énektudást, ami alapból nincs. Igen. Na ez a kombó az, ami nekem azt mondja, hogy karaoke nyet. Igen, igen. Egyébként igen. Úgyhogy legutóbb is, amikor volt egy ilyen karaoke buli, és így elkezdődött a karaoke, mondom, na első énekes, végül is, not the bad. Jött a második, harmadik, jó. Viszontlátás. Találkozunk hétfőn, szégyen hétfőn találkozunk. Igen, szégyen hétfőn. Jó ez a kifejezés. Úgyhogy nem az én karaoke. És úgyis itt is az volt, hogy meg volt hirdetve, hogy éjféltől karaoke, eljött az éjfél, főnök énekelt egy dalt, de úgy nem mozgatott meg senkit, különösebben a karaoke, úgyhogy hagyták is az egészet a francba, és ment tovább a buli, úgyhogy thank you. Igen, igen, hál' Istennek ezt mi is megúsztuk, aztán ott maradtam én is vele, és így vicces volt megfigyelni ugyanúgy az aljasodás folyamatát, hogy ugye, hát ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 20 fős társaság volt, ilyen kis évvégi beszédecske, főnök jó voltából, stb. És akkor ott vacsi után, ugye, ahogy mit tudom én, szállingoztak el az idősebb kollégák, hogy a fiatalabbak úgy engedték el mindig magukat egyre jobban és jobban, és akkor végül olyan két óra felé lett vége az egésznek, de hát már mi fejünk szétesett a sok kéréstől, meg a sok zenének látszó tártól, amit végül lejátszottunk. Jó, én sem így nálunk, aki volt a DJ, de keverési tudásban, meg pláne nem, mert szerintem kicsit gáz volt. Végül is, tehát aki tényleg bulizni megy oda, nem úgy, aki ezzel is foglalkozik, úgy teljesen más. Tehát azért én, mint szakavatott benfentes... Igen, ez gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy elkezdett minket érdekelni, meg elkezdtünk foglalkozni vele, onnantól nem megyünk el szó nélkül az ilyenek onnantól mellett. Onnantól kezdve, hogyha egy buliban a DJ csúszik, már akkor is így nézel a színpad, vagy ez a igen. DJ pult fel, hogy... Igen. Látom ám, igen. Hallom ám. Azt hagyjál, még hallom is. Nagy franc vagy te. Na, igen. Na mindegy, aztán ez volt. Ja, meg még, ami még így érdekes volt a bulival kapcsolatban, hogy amikor odaértünk, tehát amikor az asztalokat megtalált a helyedet, két óra semmit tevés a kajáig, tehát az igen. A videó próbálsz jópofizni, de már elfogytak az emberek, akikkel jópofiznál. Meg a szövegek is. Így van. Volt egy bűvész, aki asztalról asztalra járt, és mindenféle ilyen kártyatrükköt, meg ilyesmiket bemutatott, és... Az mondjuk ötletes, mert ugye el lehet ütni az időt. Jó volt, és fel is kúrta az agyamat egyből, mert ugye egyből jött az a gondolat, hogy hogy az anyádba csinálod. Tehát volt egy olyan trükk, hogy itt ilyen kártyapapír, szét, kihúzol egy lapot, még alá is írod, hogy tényleg az a lap legyen az mindig, ne az, hogy van 26 olyan lap a pakliban, és akkor csak kihúzza még egyszer ugyanazt. Nem, és akkor mit tudom én, belecsúsztatta a pakli közepébe, kb. Ennyit csinált a kezével, és a legfőső lap volt. És így ezt eljátszott a többféle módon is, tehát úgy is, hogy nem csinált semmit, oda csettintett, mit tudom én, és így főkúrta az anyamat, hogy hogy a faszomba megy a pakli közepéről oda föl a kártya. Egyébként tényleg, hogy a faszomba megy föl oda a pakli közepéről a kártya? Erre jó találmány a YouTube. Elkezdtem keresgélni. Lakossági megfejtések elkezdtem között. Keresgélni különböző kártyatrükkök, tutoriál, mi... Beszart egyébként, mennyi minden van fönn. Az egy dolog, hogy soha a büdös életben nem fogod tudni, mert semmi nincs az a kézügyességed. De megláttam a trükköt mögötte. Inkább a gyorsaságon múlik a... Nem. A dolog.
tehát megtévesztés, tehát kezét kell nézni, mert csal, de világos. Kezén nem látod. Csak az, hogy ugye, amikor ugye ő fölhajtja a lapot, akkor alapból kettőt hajt föl. Tehát, hogy van az a lap, ami a tied, uh-huh. és van mögötte egy másik. És amikor azt ő becsúsztatja, akkor csak a felső lapot csúsztatja be valahogy. Most hülyén tudom csak elmagyarázni. Aha. De lényegében a te lapod, az fönnmaradt a pakli tetején. Soha nem is volt a közepén. És hát ugye ilyenekből áll az egész. De még így is vannak olyanok, amiket nem értek, hogy hogy csinált. Volt egy olyan, ugyanez a kártyapakli, és ugyanez az aláírt kártya, amit tudom én. És előtte odaadott egy telefont, gondolom a sajátját, az asszisztensnek, aki közülünk lett választva, hogy így fogja meg, így, így. És akkor ő ugye matatott a paklival, mm-hmm. és a kártya bazd meg benn volt a telefon hátlapjában összehajtva. De az, ami alá volt írva. És így nem tudom, tehát miközben ez elején mesélt, addig mondjuk nem vettük volna észre, hogy azt kurva gyorsan összehajtotta, beletette, kivette a zsebéből, és már benne volt ez a hátlap mögött. Tehát ez ehhez olyan kézügyesség kell a bűvészethez, hogy az hihetetlen. És tehát biztos, hogy amíg ő belenyúlt, lehet, hogy már alapból úgy volt a telefon a zsebében, hogy nem volt rajta a hátlap, és akkor miközben tudod, elvette a figyelmed ezen a kezén van, mert ugye itt van a másik pakli, ebben van mondjuk a lap, és addig ő ezt gyorsan, mit tudom, összehajtja ügyesen, beteszi, és akkor kivesz egy telefont, és akkor ezt te fogd meg. Tehát ehhez bazd meg olyan kézügyesség kell, hogy ezt el nem hiszed. Hát vagy egy másik telefon benne egy aláírt kártyával. De azt közülünk írja alá valaki, tehát ugyanaz. Tehát az én aláírásom, hogy csak nem tudja a hülye. Jobb esetben. Vagy rajzolsz rá egy virágot, mit tudod? Nem tudom. Egy az egyben az a kártya, az 1000%. Ez engem is mindig érdekelt, hogy cirkuszba járós koromban is mindig a bűvészes részt vártam, mert mindig elgondolkoztatott, hogy mit hogy csinál, és hát nyilván soha senki nem jött rá az ilyen... Nagy franc az összes. Hát nagy franc az összes. Volt még egy olyan, ahol így egy telefon számológépét vette alapul, tehát valakinek elő kellett venni a telefonját, mm-hmm. megnyitni a számológépet, odaadták neki, és akkor ugye ami számokat mond, vagy mit tudom, így megnyitott a telefont, és akkor ugye odaadta az embernek, akinek ütnie kellett mm-hmm. a számokat, gondolj egy számra, születési évvel, egy kedvencé, mit tudom én, megszorzod, ötte, faszom, valamit, végigmész egy számon, majd kijön egy ilyen hosszú szám, és akkor mondja, hogy írd be azt a számot a telefonodba 06 kezdődés kezdett el, és akkor az ő telefonszáma volt az, ami megcsörrent a telefon a zsebébe. Ott viszont azt tűnt föl, ott próbáltam nézni a kezét, hogy hol csal, mert biztos, hogy csal. Tehát ez nem létezik, hogy bármilyen számokat összeszorzolat teszel, az ő telefonszáma jön ki. Már gondolom, ez bűvészenként változik. Azt tűnt föl, hogy miközben magyaráz, és próbálja még a trükköt elmagyarázni, mert természetesen több asztalnál adta elő ugyanazt, úgyhogy ott már tudtam, hogy valamire figyelni kell, mert baznak valahol csal. Hogy miközben magyaráz, a megnyitott számológépnél láttam, hogy jár az ujja. Tehát lehet, hogy a memóriába elmentette, és akkor valahogy, ahogy kijön a végeredmény, akkor nézd már. Vagy az összeszorzott számok pont egy olyat hoznak ki, ami... De nem tudom, mert ott meg ugye valamilyen zenére gondolsz, tehát egyszerűen hülyét kapok a bűvészektől, és utána az összeset, de tetszik. És biztos vagyok benne, hogy ha meg lenne a megoldás, akkor a fejünket fognánk, hogy amúgy milyen egyszerű. Így van. Csak... Hello, tabula rád. Igen. Hello, szia. Itt a műsorban. Úgyhogy így a bűvészes élmények azok egyszerűen így fölkúrtak agyilag. Tetszett, de fölkúrtak agyilag. Én egyébként azt nem tudom, hogy így évszázadokon keresztül hogy tudnak bűvésztrükköket titokban tartani. Tehát a receptet, hogy ki hogy csinálja. Nem tudom. És hát pont ezért rossz a YouTube, mert rengeteg trükk ugye fönn van, hogy ugye hogy kell megcsinálni meg. Hát külön YouTube kurzusok vannak arról, hogy te mondjuk egy kártyatrükköt megcsináljál. És egyébként érdekelni is ez a dolog, hogy legalább egy kurva kártyatrükköt hagy tudjak már megcsinálni. Úgyhogy még ezt se tartom kizártnak, hogy legalább egyet meg akarok tanulni. Figyelj, ha valaha megtanulok egyet, akkor itt eljátszuk. Jó. És nem fogom érteni. Így van. Kizárt. Úgyhogy nem tudom, de lehet, hogy ők is folyamatosan fejlesztenek, ahogy vannak valami technikai újdonság, ők is mindig beleviszik, csak ugye néha a bűvészetet úgy hívják, hogy mentalista. Hát néha pedig úgy, hogy kártyatrükk. Varázsló.
Úgyhogy mindegy, tehát szórakoztatónak szórakoztató volt, de akkor ugye alapból mindfuck, hogy hogy csináltad. Igen, de egyébként csak nekem... most mondd el, hogy hogy csináltad. Nekem azt tetszik külön, hogy az ilyen holt időt azt kihasználják egy ilyen produkcióval, mert addig se azon töröd az, hogy hol van már kaja. Tavaly és akkor... Addig se azon töröd, hogy hol van már a kaja, hanem hogy... Kivel beszélj, mindenki nem beszélj, hanem mindent, szevaszt. Hogy csinálod? Így csinálod? Ott csinálod? Hú, kaja? És így nagyjából így. Így van. Úgyhogy lényegében ugye ez volt az előző hétvége. Ami még a héten esemény volt, az ugye tegnap voltam egy mozi premiéren. Hát nem feltétlenül premiéren, de vetítés. Tehát lényegében tegnap óta játsszák a filmet, Azmó féle társulattal sikerült elmennem az Aquament megnézni, és szerintem ott van a ezt film. Ezt most nagyon promózzák, hogy jó. Nagy vonalakban miről szól egyébként a film? Vízről. Ez mind? Nem, hát azért szét sem akarom spoilerezni magam, de hát lényegében ugye Atlantisról van szó, a vízi világ és a szárazföldi világ közötti kialakuló háborúról, meg mit tudom én, mert ezt lent akarják. Ja, tehát akkor ez a víz alatti világ című motivum. Igen, és hát ugye Aquaman az, aki mindent meg tud menteni, tehát lényegében ennyi a lényeg. Aha. Tehát akkor ilyen... De az tehát a benne lévő ilyen mellékszálak, meg ugye az fölépített sztori, hogy egyébként hogy alakult ez az egész, az viszont most kivételesen azt mondom, hogy kurva jól el lett találva. Úgyhogy aki nem látta, az mindenképp majd valamilyen úton, módon lesen rá, vízember. Mert szerintem teljesen jó. A színész, aki játsza, én őt nem ismertem korábban, Bogitól tudom, hogy ő a Trónok harcának az első évadában szerepelt is. Gondolom azért ismerte fel, azért is. Így van, meg ő már ugye már a nagy Trónok harca onnan követi is már egy ideje, és ugye én csak most ismertem meg ezt a színészt, így a tegnapi alakítása folyamán, és egyébként nagyon jól eltalálták vele ezt a szerepet, vagy nagyon jól ráírták, nem tudom. Tehát az eredeti Aquaman... Könnyen lehet. Mi az, képregényt? Nem olvastam meg ezekkel a képregény dolgokat. Amúgy sem vagyok teljesen tisztába. Tehát akkor itt képregény lett filmre adaptálva, ezek szerint. Hát egy képregény hős. Azt nem tudom, hogy a képregény sztori az így indul el, vagy... ilyen jellegű. Aha, mert így totál nincs meg. Ezzel nem vagyok képbe, de azt tudom, hogy amit ugye megcsináltak, és ugye amit tegnap ugye sikerült megnézni, az teljesen rendben volt, és egy élvezhető film teljesen. Úgy is, hogyha mondjuk nem vagy benne mondjuk ebben az egész DC univerzumban, meg a Marvel világban, tehát, de nem vagy képbe annyira a szuperhősökkel, akkor is. Én totál nem. Akkor is. Tehát, hogyha én leülök és megnézem, akkor is tudom értékelni. Tudod értékelni, mert önálló produkcióként rendben van. Egy kerek sztorival összeáll ez az egy film. Tehát nem az van, hogy most ennek van egy olyan folytatása, amiből azt tudod meg, hogy akkor annak, akinek, aki csinálta ez amit. Inkább így. És így teljesen élvezhetővé válik. Tehát nem kell hozzá igazából megnézni egy másik filmet se, hogy most összeálljon, hogy ez most miről szól. Igen, mert ezek igazából akkora világok, akkora komplex világok, hogyha kellene hozzá az a háttértudás, akkor csak nagyon kevés fanatikus rajongónak lehetne eladni. Ez az egyetlen egy dolog, amiért én nem estem bele nagyon ebbe a Marvel világba, meg a DC-be, mert tényleg rengeteg olyan film van, ami ugye összekötődik a másikkal, ugye aztán van fúzió, hogy ebbe is ez szerepel, az szerepel, miért szerepel, és konkrétan nem tudnám most eldönteni, hogy milyen sorrendbe kéne nézni, tehát erről is egyébként millió fórum van, hogy Ha most akarnál belekezdeni, milyen sorrendben nézd meg a filmeket, hogy értsd, miről van szó az egyikben. Mondom, menj már a faszomban, nem így akarok filmet nézni. De igen, igen. Mert egyébként tényleg minden tiszteletem az övék, hogy baznak tudnak egy ilyen filmes világot kreálni, egyébként amiben minden összefügg, és mindennek megvan a jelentése. Olyan elvakult rajongók vannak, olyan lexikális tudást szívtak magukba. De én, ha megnézek egy filmet, én azt a filmet akarom megnézni. Nem azt, hogy most ebből az derül ki, hogy egyébként annak a szuperhősnek az ellenfele miért azt csinálta abban a filmben, amelyikben az történt, hogy... És van, aki ezt így kívülről fújja. Igen. Én már így, hogy ennyi film készen van, és most akarnék mondjuk teljesen nulláról belevágni, nem tudom. Tehát láttam egyébként filmeket, tehát láttam Batman-es filmeket, vasemberes filmeket, Thort, de most az, hogy most én ebből én összefűzzem magamnak, hogy egyébként mi miért volt, az valószínűleg nem jönne De össze. Akkor azokat is önmagában lehetett értékelni ezek szerint. Tehát nem feltétlenül maradnak olyan kérdések, hogy ez most így mi volt, vagy... Nem mondanám, hogy külön megállná mindegyik a helyét.
Tehát van, amelyik folytatólagos sztori volt, mm-hmm. és úgy kerültem bele, és akkor úgy kellett kérdezni, hogy nem Bogit, hogy te egyébként ez most így mi és miért. Hát ez azért van, mert hogy abból a filmből kérdezik. Igen. De egyébként ez a folytatásos filmek, tehát ez ilyen második, harmadik részeknek a tipikus problémája, már az elkészítés előtt szerintem, hogy akkor most hogy fűzzék tovább a sztorit, hogy teljesen különálló sztori legyen, ugyanazokkal a karakterekkel, vagy a történet folytatása legyen. De basszus, ha már mondjuk megnézel mondjuk egy második filmet valamiből, az nekem az teljesen oké, hogy mondjuk az előzőnek a folytatása, vagy arra épült. Tehát mindenképpen, tehát hogy mondjuk egy filmsorozatokról megnézem, nem a harmadik részre fogom kezdeni. Egyértelmű. Csak hogyha mondjuk az elsőtől nézem, minden legyen tiszta. Hát igen, de ugye ott vannak azok a filmek, amik önálló epizódokként is megállják a helyüket. Tehát mondjuk ugyanazok a karakterek, csak egy másik sztoriban, és nem kell hozzá az előzőt tudni, ahhoz, hogy értsd külön. Nekem mondjuk, erre mondjuk ez egyik ilyen érdekes példám a Matrix. Tehát ugye az is egy három filmből álló sorozat. Az első részt azt egy az egyben meg tudod nézni külön filmként, anélkül, hogy mondjuk ebből különösebb problémád lenne, mert tehát, hogy kerek egész megcsinálták lezárt. Kereknek a sztorit, és hát ugye az mitől az 99-ben forgat, az a 99-es film a Matrix, és valahol a 2000-es években jött a 2-3. 2003, azt hiszem. Igen, és a kettő, tehát amikor a kettőt nézed, ahhoz már kell egy minimális tudás arról, hogy mi volt az elsőbe, viszont önmagában az elsőt is tudod értékelni. De ha már megnézed a kettőt, ahhoz muszáj megnézed a hármat, mert nem ér véget a sztori. Tehát ez pont egy ilyen olyan hármas egyveleg a filmek közül, amiből nem tudod, hogy most igazából mi a fasz van. Csak a harmadikat nézve már fekete levesbe zuhansz bele, már nem látod, hogy mi van. De mondom, az első rész az önmagában tényleg külön tök jó. Ez valószínűleg azért volt, mert akkor még nem feltétlenül volt tervben a folytatás, és később lett tovább fűzve. Kicsit ilyen a... Lehet, viszont ha már láttad mind a hármat, és úgy nézed meg előről, akkor viszont meg teljesen értelmet kap a sztori. Tehát különálló filmnek is jó, de... Hát igen. Bogi is azt írja, szia Bogi, azt írja, hogy így szokott lenni, hogy az első rész mindig nézhető magában. Hát persze, mert valamivel meg kell fogni az embert. Kivéve, hogyha már úgy ér véget az első rész, hogy folytatjuk, vagy valami hasonló. Mint hogy egyébként De az meg már olyan, az olyan, mint a melegvíz lett. Tehát így érted, hogy tök jó, beültél egy filmre, meg akarod tudni, mi van, és akkor egyszer csak így véget ér a sztori, és így ott maradt szüresen, hogy jó, és most ez volt maga a film? Mondjuk most... ez inkább a második részeknél játszható el, hogy kapsz egy kerek sztorit az első rész formájában, és akkor második részt ugye nagyon várod, mert mindig bazin nem zárták le. Most jó, de alapjában, tehát mondjuk a Matrixnak az azért tudom, mert teljesen rá voltam pörögve, hogy amikor bejelentették a második részt, azt már úgy jelentették be, hogy mit tudom, jön a második rész, és utána pár hónappal jött a harmadik rész. Tehát, hogy tudtad, hogy abban az évben két Matrix rész lesz, a kettő összefügg. Egy sztori. És akkor viszont megtehették, hogy a másodikat nem zárják le. Igen, mivel nem az volt, hogy véget ért a film, és akkor három év múlva jött a következő, hanem ugye tudtad, hogy záros határidőn belül még nem felejted el a második résznek a tartalmát, de már látod a harmadikat. Igen. De most tényleg csinálnak egy olyan filmsorozatot, hogy az első részt meg leforgatják, és akkor két-három év még kiderül, hogy mi a folytatás, akkor hogy bocs, nem érdekel. Igen, egyébként egy kicsit ilyen a Vissza a jövőbe trilógia is. Hogy ott is az első rész egy viszonylag kerekebb sztorit ad, és a második rész ott meg megint csak úgy végződik, hogy ám ezzel nincs vége. Aki nem látta a filmet, annak is ismerős lehet ez a rész, mert utána volt a Kurva jó estét Magyarország című videónak az emlékezetes néhány másodperce. Én azt előbb láttam, mint a filmtrilógiát, és akkor a harmadik résszel lesz ugyanúgy kerek egész, ami egyébként viszont évekre a második résztől került ki, vagy készült el. Közben még Bogi írja, hogy a másnaposok oda. Kár volt a második, harmadik részt megcsinálni, sem értelme nem volt, ugyanazt a témát nőzte. Ilyen is igen. Van, nagyon könnyű ebbe a hibába esni filmkészítői szemmel, hiszen tehát ha ugyanazt a bört húzod le, lehet, hogy ugyanazok a karakterek, de nem tudod viccesebbé tenni a sztorit, akkor tényleg nincs értelme. Nem, hát ugye a másnaposok az tényleg mondjuk ugyanaz a sztori játszott. Ugyanazt eljátszott három különböző viszont városban. Abból azért kellett egy második, harmadik részt összehozni, mert akik játszanak benne színészek, egy az, hogy kurva viccesek, és gondolom még volt egy csomó el nem sütött poén, amit be akartak mutatni, mert önmagában azért amik elhangoznak, meg a sztori
A sztori tényleg nem más. Nagyon jó szitkom. De egyébként amiatt nézhető, meg kurva vicces. Igen. Úgyhogy annak nem az volt a lényege, hogy most izé megváltsák a világot, hogy most úristen, most az lesz a sztori. Ja, persze. Figyelj, basszanak be, de most legyenek Tájföldön. Kurva igen, jó, tehát megvettük. Ezeknek a filmeknek az a lényeg, hogy egy könnyen emészthető, limonádé, gondolkodást nem igénylő produktumot kapjál, amivel kikapcsolsz. Igen, és ennek teljesen megfelel. Hogy emiatt lehet imádni, hogy a poénok miatt. És így van. Egyébként hasonló még az ilyen sok folytatásos filmből, ugye a Torrente széria, ott is ugyanaz van, hogy gyakorlatilag ugyanaz a karakter, az alpári lecsúszott rendőr, és mindig különböző, hát ilyen vicces helyzeteket teremt ugye maga körül a hülyeségeivel. Figyelj, meg a sztorikat ott nem tudnám fölidézni, de a szövegek azok, hogy helyek közel megvannak. Így van, és ugye ott is mindig arról szól az egész, hogy adott Torrente maga mellé fogad néhány balekot, és nagyobbnál nagyobb marhaságokat csinálnak, és nem függenek össze ugye az egyes filmek egymással, bármelyiket megnézed, ugyanazt az élményt kapod. Igen. Kivéve ha másodikat, mert az legjobb. De igen, úgyhogy... Én nem tudom, hogy nem vagyok annyira filmes, viszont amit meg megszeretek, azt meg nagyon magamra tudom venni, és így magamba tudom inni. Mi volt még, amit így nagyon... Ott volt például a Control című film, aminek nagyon sokan kiáltották a folytatását, hogy legyen. De én szerintem csak elrontani lehetett volna. Nem tudom, az mondjuk tényleg egy olyan film volt, Control pont nem azért, is, mert a metróba játszott. Nem is igazán játékfilm, inkább művészfilm. Tehát a művészfilm és a folytatásos film az azért szerintem ég és föld. Igen, tehát ott is azért tetszett meg legelőször, hogy a metróban játszódik. És hát akkor is még a tömegközlekedés, ez valamilyen szinten így tetszett meg ütöm, és hát tényleg annyi szó, volt, hogy naponta megnéztem, és szóra tudtam. Így van, így van. Mai napig szerintem, hogyha nézném a filmet, így tudnám mondani a szöveget mellette. Igen. Ugye késletetett szinkrontolmáccsal. Igen. És az is, mivel művészfilm, több egyére esett le a sztori, hogy igazából miről is szól. Persze. Meg amikor egy 10 év múlva mondjuk megnézted. Elég elvont film, de hogyha már érted a sztorit, akkor azt mondod, hogy végül is van benne valami, de tehát nem mondanám akciófilmnek, hogy bármi olyasminek, meg a benne lévő karaktereknek se tudnám, hogy egyébként mit lehet egy második részben adni. Mert mindenkinek úgy volt teljes a szerepe, ahogy. Igen, igen, igen. Tehát nagyon sokan vitték volna tovább arra a sztorit, hogy akkor mi lesz Bulcsúval a föld feletti világon. Hát megrakta a medvét. Ez világos, világos, de hát ennyi. Ilyenre meg ott van csomó másik film, tehát ezért nem kell egy Control 2-t leforgatni. Erre van egy komplett honlap, ahol szerintem látsz is olyat, ahol medvét raknak meg. Tipmix. És nem tipmixet. Medve jelmezt. Igen. Úgyhogy hála jó égnek nem szúrták el egy második résszel a Kontrollt. Szerintem én feladtam pár megnézés után, mert mindig nem volt. Egyébként igen, tehát vannak ilyen érdekes, elvarratlan szálak, igen. Szerintem mai napig, ma is megnézném újra a filmet, lehet, hogy most is találnék benne valami olyat, persze, amit nem úgy láttam akkor és annó, amikor néztem. Biztos vagyok benne. Úgyhogy... Akkor ott van még a nem tudom pontosan hány darab Herbie film, ugye a Kicsi kocsi kalandjai, ott is az van, hogy nem, még mielőtt rosszul mondom, van olyan film, ahol van visszautalás az egésznek a múltjára, vagy ilyen előző részekre, de ott nem is igazán a korábbi filmre utalnak vissza, hanem a sztorinak azon részére, ami ott zajlott. És tehát mivel ugye ott teljes körű az információ, ezért nem feltétlenül kell megnézned hozzá a korábbi filmet, hogy értsd, de ha látod az összeset, akkor úgy teljesebb a kép, viszont alapvetően önmagában is nézhetők. Tehát ott is nem tudom, volt 6 vagy 7 ilyen filmekben. Annyira régen láttam a Herbie filmeket, hogy már semmit... Van egy, amit viszont kívülről fújok, meg fújunk még jó páran, ez a Herbie Monte Carlo-ba megy. Nekem az annó fel volt véve videókazettára, és én annyira belezúgtam abban a részben, hogy ugyanúgy 10 milliószor megnéztem. Igen, azt én is sokszor megnéztem, egyrészt, mert Monte Carlo, meg Forma 1, igen, és akkor hát, ott van a pályám, bazd meg, ott van a igen, pályám. Igen, úgyhogy zseniális. Reszkesetek, betörők. Na, az is mondjuk egy olyan film, ami ugye alapjában véve, hogy az első két résznek a sztoria az nagyjából ugyanaz, pont annyi csavart tettek bele, hogy igazából meg lehetett csinálni új filmként. Ugyanúgy vannak olyan kis csínyek, amit beletettek, amitől színesebb lett, de tehát nem mondanám a másikra azt, hogy szarabb lett, mint az első, mert ugyanazt akarták eladni, hanem mind a két film ugye teljes mértékben értékelhető, és
úgyis meg tudod nézni a második részt önmagában, hogy nem láttad az elsőt. Vannak utalások, hogy mi volt, hogy volt, de úgy van felépítve az egész sztori vonal, hogy azért most komolyan a Leszkesetek betörőkről beszélek, amit szerintem mindenki látott. Én nagyon-nagyon régen. De az is lehet, hogy tavaly, és már nem emlékszem. Tehát annyira természetes. Te tudsz karácsonyozni Leszkesetek betörők nélkül? Én képes vagyok rá. Meg lehet kövezni meg minden, de ha láttam is tavaly, már akkor sem nagyon. Köszönöm, mostantól az én műsorom. Az volt még egy ilyen emlékezetes, amikor volt egy olyan karácsony, amikor nem ment le a Reszkesetek betörők, és mindenki ki volt borulva, hogy lehet karácsonyozni Reszkesetek betörők nélkül. Karácsony, Reszkesetek betörők, aj, már megint. És egyszer. Na, de azért hol van? Na. És akkor nem volt. Kevint vissza. Hát igen. Csak úgy esik, úgy jól és következő évben muszáj volt megint Reszkesetek betörőket játszani. Így van. Hát idén is le fogják adni, idén is meg fogom menni. Na, most már lehet, hogy én is megint. Hát ezek után. Nincs karácsony, Kevin nélkül. Így van. Ez lehet, hogy a következő évben már így promozták a filmet egyébként, bár ennek a filmnek már promó se kell, mert már Reszkesetek betörők. Tehát... Ez is megvan szóra, tehát ez másik. De nem tudom, a Reszkesetek betörők az már nálam is kb. Ilyen Bud Spencer film kategória, tehát tudom, hogy mi lesz, tudom, hogy mikor történik, tudom, igen. Hogy hogyan, de bazd meg. Igen, tehát ilyen, tehát nagyon kiszámítható meg minden, de van, amikor ez kell. Így van. És tehát magadnak egy kis jutalmazó, hogy igen, én erre is ráéreztem. Így van. És vannak azok a filmek egyébként, amit 60 ezerszer is meg tudsz nézni, igen. És mondjuk nem feltétlenül pont ez a kétfajta film, hogy Bud Spencer meg ez. De úgy adja magát, és tudod a sztorit, meg mit tudom, mindegy, meg tudod nézni. Vannak egyébként olyan filmek, amikben az egész film mondjuk egy hatalmas fordulatra épül. Gondolok itt most részben a bűvészkedésre és utalva a szemfényvesztő. Tehát amikor azt először megnéztem, és ugye adódott ugye a sztori vonal, meg mit tudom én, és a végén a fordulat, hogy kiderült, hogy ez is, mit tudom én, tehát hogy változik a sztori, utána már második alkalommal nem tudod úgy megnézni, ugyanazzal az izgalommal, hogy most úristen, itt mi fog történni, mert tudod, hogy bazeg ezt, ja, hát ezt azért mondja, mert ő lesz az akkor a végén, aki izé. Igen. Tehát azt is így meg lehet nézni, de hát akkor már nem veszed komolyan a filmet. Én például most ezt a tegnapi Aquament, ezt úgy láttam, hogy még egy rohadt trailert nem láttam a filmről. Csak úgy adódott a lehetőség, mit tudom én. Aquament, jó, menjünk, nézzük. Jó, menjünk. Amit egyedül láttam belőle, az egy plakát, és az is már mozinál, hogy ez lesz az Aquament. Jó, akkor ez lesz az Aquament. Akkor ez lesz az Aquament. Beültem, fingom nem volt, hogy most itt mi fog történni, elindult a sztori vonal, és így egész végig izgalommal néztem, mert tényleg itt képkockát nem láttam belőle, mert hát tudod, vannak, amikor megcsinálják a trélert, abban már látszanak az ilyen epikus jelenetek, a robbanások, mi történik, hogy történik. Igen, és akkor a poénnak a felét már úgy lelőtted, mert ott képi igen, világból kaptál ízelítőt. A trélerből is azért valami kis ízelítőt kapsz a sztoriról, és akkor már amikor az a rész jön, hát ezt már láttam a trailerben is, ezt a részt nem kéne. Igen, úgy most a jelenből egy példa, ott van az Oroszlán királynak a felújított 2019-ben megjelentetni kívánt igen. Változata, és gyakorlatilag az egész képi világnak a poénját lelőtték a trailerrel, tehát lényegében ugye ugyanaz a klasszikus zene, mint 94-ben, tehát amikor megjelenik CGI Simba, és rakja fel a levegőbe CGI majom, És az egész poén így szerintem le van lőve, szerintem már most rengetegen beskatujázzák, hogy vagy ú, de kurva jó lesz, vagy ú, ezt így mégse kellett volna. Nem tudom, én csak ilyen képi összehasonlításokat láttam, azt az egy fotót, ahol ugye a CGI össze van hasonlítva izével, de az, hogy mondjuk bearangozó, vagy így trélát megnézek, addig nem jutottam el. Tehát igazából a cselekményből nem... mutat semmit a tréler. Megjegyzem, hogy aki látta az Oroszlán királyt, az igazából... Ki nem látta az Oroszlán királyt? Van olyan? Jelentkezzen. Mert az Oroszlán király... Láttam, persze. Az megint csak egy ilyen természetes dolog. Ekkora voltam, de láttam. Igen, tehát ma már úgy születnek emberek, hogy látták. 94 után, hiába. Igen. Tehát gyakorlatilag tényleg nagyon élethű az egész meg minden, de ugyanakkor hatásos is, hiszen ugyanazt a zenét kapod vissza, gondolom, hogy újra keverve meg minden, de tehát igazából én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a gyermekének nagyon kíváncsi rá, hogy sikerült ezt felújítani. Így van.
Sőt, és vannak azok a fajta trélerek, tehát olyan filmek, amikhez olyan trélert vágnak, amiből azt hinnéd, hogy ó, ilyen jellegű lesz a történet vonala, és aztán mégse az lesz. Például itt van az egyik ilyen film, amit nagyon várt mindenki, ez a Kis kedvencek titkos élete. És arról szólt az egész tréler, hogy vajon mit csinálnak a kis kedvenceink, amikor nem vagyunk otthon, meg mit tudom én. Ja, igen, erre igen, volt kiélezve az egész. És akkor megnézte az ember a filmet, és kurvára nem erről szólt az egész. Tehát teljesen más volt a sztori vonala, és nem azt kaptad, amit egyébként úgy vártál tőle, hogy most vajon tehát, amikor jobb a tréler, mint a film. Igen. És már azt hiszem Bogival is futottunk bele olyanba, hogy néztünk valami filmet, és kurva jó meg volt csinálva az egyik jelenet így a trélerbe. Azt hiszem pont a B-vacs volt, és ott valami vicces rész volt, amikor mit tudom én, a B-vacs bábú benne volt az akváriumban, és mit tudom én, távcsővel nézett, és akkor előtte valami tök jó poén el volt sütve, és akkor megnézed a filmet, hogy hát itt ez a tök jó rész, és ezt én nem így láttam. Tehát így teljesen más, hogy vágják össze, mint ahogy a filmben lesz. Pont azért gondolom, hogy ne ugyanaz legyen, csak hogyha már azt várod, hogy olyan lesz, és nem olyan lesz, az tud csalódást okozni. Hát igen. Úgyhogy ez eléggé egy nem érdekes műfaj. Tehát a tréler összevágás, nem tudom, tehát most nagy Isten, mi is csinálnánk valamit, és össze kéne vágni hozzá egy trélert. Nem tudom, hogy csinálnám, mert egy az, hogy biztos nem akarnék nagy poénokat lelőni, hiszen akkor a film veszti el az értelmét. Igen. Azt se akarom, hogy tényleg semmit mondó legyen a tréler, mert akkor kurvára nem érdekelné semmit a film. Ettől szép. Tehát pont egy arany középutat kell megtalálni, hogy felkeresd a néző érdeklődését, anélkül, hogy a lényeget átadd. Igen. Úgyhogy ez eléggé tricky műfaj. És akkor igazából ezek ilyen kétperces trélerek, tehát nem is az, hogy le kell tudnod fél percben, hanem itt két percet ki kell töltened azzal, hogy te át is adod a filmet, meg nem is. Igen, csak hát ugye az lenne a legidálisabb, hogy tényleg mindenki úgy menne el megnézni egy filmet, hogy kurvára nem lát előtte semmilyen képkockát belőle. Tehát igen. Tényleg átadja magát a teljes meglepődésnek. Egyébként nekem is ez való, tehát rólam tudni kell, hogy én nem vagyok olyan nagy filmes, és minden ilyen új filmet ilyen fenntartásokkal kezelek, és lehet, hogy egyébként egyáltalán nem kéne olyankor se trélert néznem, se elolvasnom azt, hogy nagyjából miről fog szólni az egész, mert akkor le fog ez engem kötni, érdekelni fog ez, és akkor általában ilyen totál bizonytalanságban vagyok. Én az a fajta ember vagyok egyébként, aki bármilyen filmet képes megnézni, csak hát nekem tényleg az kell, hogy az elejétől fogva ugye lássam a sztorit, és akkor már érdekelni fog a vége. Tehát, hogy még tényleg akár egy nyáras szerelmes filmet is végig tudok nézni, úgyhogy vajon ebből mi lesz? Csak nem szabad tudnom, hogy mi történik. Igen. Tehát adattól kezdve, hogy valaki elszpoilerez valamit, az már alapból. Igen, és akkor azon fogsz hatni, és akkor remélem, erről beszélt, most fog jönni ez a rész, talada, és le van lőve. Ez nem kell élve, és ha lehet, akkor lefele ásson. Úgyhogy ez láttam már embert felfelé ásni. Mi? Láttam már embert felfelé ásni. Ja persze az űrkutatás, de azt most... Nem, hogyha valakit eltevet célve, és akkor ne fölfele kezdjen el ásni, hanem lefele. Igen. Tehát mondom, én bármilyen filmet képes vagyok végignézni az elejétől. Csak az elejétől kell látnom. Tehát amikor egy sztoriba belecsöppenek, úgyhogy... Tudod, mi volt jó, még... Jó, nézzük meg Kevin hatodszor. Tudod, mi volt még nagyon rossz így fiatalkorunkban, amikor valaki így akaratlanul is elszólta magát, hogy majd most lesz az a izé, mindenki adszor látta a filmet, igen. Te még nem, és... És milyen szép temetése volt. Igen, csak az ilyenekre nagyon lehetett haragudni, hogy így. Aján, én nem vagy képes befogni a pofádat. Legalább most az egyszer. Jaj, meg hogyha beülsz a moziba, és itt van olyan ember, aki figyelj, most jön az a rész, amikor tudod, és folyja. Mit baffak hozzá? Úgyhogy, igen, nem? Érdekes dolog ez a filmipar. igen, határozottan, és tényleg ez tök, hogy úgy tudunk róla elbeszélgetni, hogy egyébként nem kellünk, fekszünk filmekkel. Így van. Én kifejezetten nem. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk van egy film, amit nagyon régóta meg akarok nézni, az lehet, hogy ott porosodik a mentett hivatkozások között, hogy amúgy nézzem már meg érdekel, csak mikor szállnom rá magam. Nem azt, hogy nem lenne időm, hanem úgy nem motoszkálott a fejemben egész nap, hogy amúgy van egy film, amit megnéznék. Aha. Nem tudom, én alapból nem vagyok az ember, aki mondjuk, mit tudom én, tehát régen mondjuk volt olyan, hogy volt egy film is érdekelt, akkor leültem és megnéztem egy időt. Nem tudom, én nem vagyok az egyedül filmet néző. Igen. A,
Bár mondjuk rólam az még elmondható, hogy van egy-két ilyen elvetemült, nagyon limonádé film, amiről tudom, hogy úgyis csak engem érdekelne, és ha van egy jó, hát... felesleges délutánom, amit egyedül kell töltenem, hát akkor jó. Olyan akkor, még szóba jöhet. Akkor nézzük ilyen. Meg a Kontrollt, nézzük meg a Szezont, nézzük meg a, mit tudom én, ilyen hülye magyar filmek általában, nézzük meg a Moszkva teret, tehát ezek nagyon jók, de én úgy magamban Szerkán el tudok hát ezeken derülni. Igen, hát ma már csak nem készült el hozzá a képanyag. Nem tudom, én nem ülök le így magamnak filmet nézni, tehát én most már a tévénézésre is leszoktam, mióta van Twitch meg YouTube. Amiben viszont el tudok merülni nagyon, azok a dokumentumfilmek, és az ugye megint csak a YouTube. Hát abból a lehető legnagyobb fasságokat is képes vagyok így leülni, és így elkezdem nézni, és akkor... És jó, hát akkor két óra. Még nézzük, mit dobott föl. Igen. Ó, ez igen, is ezt is nyissuk meg. Azt én is mit dobott föl? Ez... Mit csinálok mellettem? Az ébresztő? Hülye vagy! Úgyhogy nem tudom, engem ezek most már el tudnak vinni másonnan, viszont ilyenekből mondjuk vannak tényleg olyan témakörök, amiket lehet, hogy én magam nézek meg, mert senki más, életben nem érdekel. Igen, igen, igen. Viszont már teljesen rabul tud ejteni annyira, hogy mondjuk ne kapcsoljak be mondjuk tévét. Igen. Tehát amit az elmúlt időben én tévében láttam, az kb. NFL meccs, Forma 1. That's it. That's it. Úgyhogy nem viszem túlzásba annyira. Igen, tulajdonképpen a klasszikus tévézés az nekem is már egy ilyen kétszámjegyű év. Valamiből, valami sorozatból vagy tévéműsorból is akarok részleteket látni, már az is megoldható YouTube-on megnézed keresztül. Máshol, igen. Tehát nem kell hozzá klasszikus tévé. Nekem így több mint 10 éve nem játszik szerepet. A magyar csatornákat nézve, tehát most, hogy nekem bármilyen RTL TV2 produkció hiányozna, nincs az nem. A műsor. Nem. Amit mondjuk itt tévében néztünk, akár Bogival is, azok is ilyen Torta király, tehát ilyen dokumentumfilm jellegű dolgok, dokumentumfilm jellegű csatornán. Amit elértél máshol is. Amit máshol is meg tudok nézni, pontosan. Tehát meg tudok találni jeleneteket YouTube-on. Hát nem vagyunk egyszerű esetek, ezt tudni kell rólunk, tehát a sima tévé úgymond, a klasszikus értelemben vett tévé, az nem tudja a mi inger küszöbünket olyan tartalommal megütni, amit ne hánynám el magunkat. Befejezem a mondatot, ne aggódj. Egyik a másik pedig az, hogy amihez ne férnénk hozzá valahol máshol. Így van. Tehát de hát ez legyen a mi problémánk. Én is, amikor mondjuk édesanyai részről néha hallottam azt, hogy mondjuk a másik szobában megy az ilyen nap a Bukarest, meg a hasonló műsorok, és így én valami miatt átmentem, valamit akartam mondani anyának, és így megszólaltak, és így kifordultam a szobába. Én ezt a szart nem tudom elviselni, sőt, 2 percig se. Tehát, jó, akkor nézd ezt a szart, majd valamikor igen. 2 hét múlva beszélünk. Igen. Írjál rám. Írjál rám, így van. Tehát engem azok tehát, amikor az a sikonyálás, meg minden, ugyanaz, mint amikor kiveszem mondjuk a metrón a fülhallgatómat. Vagy még rosszabb. Tehát mit tudom én, engem valaki a legnagyobb keep calm állapotomból, tehát amikor tényleg a teljes lelki békén van, szinte a lelkem szárnyal 5 méterre a föld felett, igen. És everything is fine igen. Állapotomban. Valaki megmutat nekem, hogy egy 30 másodperces való világ trélert, átmegyek sorozatgyilkosban. Igen. Igen. Ez a hogy tudod megnézni ezt a igen. Szart? Instant peaceful mind to serial killer converter 1.0. Igen. És hát mondjuk, amit így tévé jelleggel nézek YouTube-on, azok is mondjuk olyan dolgok, amiket mondjuk lehet, hogy az itthoni tévében meg se találok. Tehát Jimmy Fallon, igen. Saturday Night Live klippek. Igen, fene a pofánkat, hogy van saját érdeklődési körünk. Rohadjunk, hogy szakadjunk. Mi kérünk elnézést. Akkor ugye, amiket néztem, a Family Guy, mi egymás, ezekre is már rá lehet találni különböző oldalakon igen, megnézési akkor állapotban. Akkor nézed meg azt az epizódot, amikor akarod, és amelyiket akarod. Így van. Van ennél jobb? Nincs. Köszönjük, hogy velünk voltatok. És most reklám. Tü-tü-tü. Nem, tehát tényleg ezekkel, amiket lekötöm, amiket szeretem lekötni magam, az most már internet formájában elérhető. Tehát nem az, amit régen, és mit tudom, én hallottam, és új évad a Family Guy-ból. Minden csütörtökön este, mint a 20-30-tól a és hát nem vagy oda kötve. És akkor volt egy időszak, amikor tényleg 20-30-kor minden csütörtökön oda kapcsoltam, és akkor megnéztem azt az egy epizódot 6 reklámmal megszakítva, és akkor jó, azt is megnéztem. Igen. De az akkor volt. Az akkor volt, és most már tényleg, és hál' Istennek örülök annak, hogy az egész online community annyira alakul, hogy tényleg
akármikor fölmész, mindig találsz valamit. Ez a része biztos, nézhetik. Hogy jobb. Tehát hál' Istennek, hogy ahhoz a generációhoz tartozunk, aminek már nem lehet akármit letolni a torkán. Így a szemén keresztül. Így van. Az agyába. Ezt add össze. Hát régen azért jó volt, mikor siettél haza a suliból, mert kezdődik valami sorozat. Mai gyerekek már megnézik streamelve. Nem azt mondom, hogy nem volt ilyen időszak, mert tuti, hogy volt ilyen időszak. Hát én is emlékszem, amikor a harmadik műszak ment a tévébe, az is hétfőnként volt az RTL-en, akkor is mindig basszus, sietni kell. Haza kell érni, meg kellett oldani a dolgokat, hogy ott legyek a tévé előtt, az meg is megnézem a harmadik műszakot, mert atyám, az a sorozat, az olyan volt, hogy... Meg azért az egy más élesstílus volt, tehát akkor még ugye internet sem volt ennyire elterjedve. Az egész életmódi az másképp nézett ki, tehát és ennek része volt ez. Egyébként, hogyha a hétköznapjaid be tudod integrálni azt, hogy most neked az adott időpontban van valami, amit meg akarsz nézni a tévében, az egyébként tök jó. Viszont ha már nem, és mondjuk úgy érdekel téged, hogy mondjuk mit tudom, érdekelne engem egy új Family Guy évad, te mondjuk hajnali kettőkor adják le, amikor nekem már aludni kéne. Akkor most nem biztos, hogy átrendezném a napjaimat azért, hogy most... Egyértelmű. Jó, hát akkor én most alszok délután 3 órát, hogy kettőkor föl tudjak kelni, megnézni az epizódot, aztán visszafeküdni. Tehát ez alapból nem játszik opció. Mert ez más mondjuk egy évenként megrendezett NFL meccsnél, meg más ez mondjuk egy sorozatnál, ami több epizódból áll, és bármikor bepótolhatod. Igen, tehát azért vannak különbségek. Mert lehet, hogy mondjuk arra a sorozatra is azért kattantál rá, mert pont mindig, amikor hazaértél a suliból, akkor volt. Igen. És akkor hazamentél, bekapcsolod a tévét, ez tök érdekes, és akkor ott maradtál. Lehet, hogyha mondjuk abban az idősában egy teljesen más sorozat ment volna, lehet, hogy arra kattantál volna rá. De mondom, ezt az akkori életstílus ezt magával hozta. Persze. És nagyon könnyű volt ugye rákattani dolgokra, hát, amiket ma legendaként emlegetünk. Bogival egyébként nekünk is volt most tavaly még olyan sorozatunk, őt így úgy ilyen dokumentumfilmjeleggel így elkezdtünk nézni, és hát tudtuk, hogy mikor van, folytatásos dolog volt, tehát kifejezetten érdekelt minket az, hogy most a következő epizódban mi van. És nem mondom azt, hogy így is sikerült minden napunkat úgy intézni, hogy az adott epizódot meg tudjuk nézni, mert mit tudom, volt olyan, hogy mondjuk közbe jött valami program, el kellett menni valamihova, vagy egyszerűen csak nem voltunk tévé közelve, és basszus, és tényleg egy kicsit zavart is, hogy nem látod azt a részt, és akkor most úristen, ezt most honnan fogod megtudni, hogy most akkor abban hát mi igen. De valamilyen szinten azért izgi is volt abból a szempontból, hogy úristen, de rég voltam már rákattamva valamire a tévébe. Igen, viszont ez a mi gyerekkorunkban, meg fiatalkorunkban azzal mégiscsak több volt, hogy akkor nem tudtad össze, hogy jó B-tervként akkor visszanézem a neten. Mert nem igen, volt B-tervként. Lemaradtál, szokció, akkor szoszi kalapkapát. Nem biztos, hogy ezt megtaláltuk volna, de lett volna rá esély, hogy mondjuk utána tudsz nézni a neten, hogyha valami nem volt. Meg hát manapság is, mit tudom én, ugyanígy TV2, RTL, most már kettőnek van az online része, ahol visszatod nézni és a sokan műsorokat. Csinálják is ezt, hogy hát ugye most már nem nincs szükség arra, hogy fölvedd, vagy mit tudom én, bazd meg, amikor még tényleg programozható videó és társai, később ugye a DVD-s vettük a dolgokat. Persze. És akkor bazd meg, nem állítottam át a nyári időszámításra a videót, egy órával későbbet vett föl, egy órával korábban, pont a végéből még megvan az. Bazzik, és rávettem a izére. Igen. Igen, le kellett volna ragasztani, vagy ki kellett volna törni, vagy hogy volt? Valami. Kazettánat ki kellett törni valamit, hogy... Nem, le kellett ragasztani ahhoz, hogy újra tud írni. Igen, tehát ugyanaz, mint a kis magnó kazettánál. Tehát amikor be volt tömve, akkor tudtál rávenni, amikor nem volt betömve, akkor... Igen. Az volt az írásvédelem, ha ki volt törve. Igen. Mert az üres kazetták is úgy érkeztek, hogy ott volt félig benne a pöcök. És amikor felvettél rá bármit, akkor kitörted a pöcköt, és azzal írásvédted. És amikor leragasztottad, akkor tudtál írni újra. Vagy szerintem pont fordítva, mert úgy emlékszem, hogy a műsorosok voltak azok, amiknek ott volt a pöckös. Biztos? Na, bazd meg. Na, ezt most megnézzük, igen. Mert gyakorlatilag most már az internetnek hála mindenki emlékszik a ceruzatekerős visszapörgetésre. De... audiokazett. Ja, magnó kazetta. Igen, csak szeretném 3D-be látni. Mert a tetején volt, azt tudom. B-side Kiss My A. Mutassatok már egyet 3D-ben.
Micsoda csodák, igen. Az meg már Bluetooth-os, USB-s kazetta, menj már anyádba. Igen, voltak itt csodák. Ja, várjál, akkor bazd meg, audio kazetta. Igen, hátha. De felülről mutasd, de jó ég, áldjon meg. A rohadás öljön meg. Az biztos. Meg igen, alulról tudom, hogy nem volt, de föntről... Nem, ez felül, a kazetta felső, de... Hol vagyunk? Igen, ha valaki tudja erre a kérdésre választ, akkor sürgősen írja meg nekünk. Mert ugye itt fönt volt ez a két rész, csak most ugye ebből, ez egy rögzíthető kazetta volt, ennek nem tudom, hogy ez... Mert ezt mindig leragasztottuk, amikor írni akartunk rá. De szerintem pont, hogy fordítva. Hát régen azért, ja igen, ezt már olvastuk. Basszus. Bele fogunk sülni. Hol egy hát ez az. Na várjál, itt már talán látszik. Azért fekete vezette, a hülyét kapok. Keresünk egy Wikipédia szócikket. Azon csak van. Már vakusban megpróbálom. Ilyet basszus. Kazetta tete, audio kazetta teteje. Hogy így angolul? Audio cassette. Kétes. Úgy. Kazette. Tape. Betape. Igen, eddig eljutottunk. Eljutottunk az előbb is, de az aljáról már van. Na. Write protection. Unprotected. Igen, és akkor voltak olyan kazetták, tényleg, ami ilyen csúsztatható pöcök volt. Jé, az nincs meg. De nekem megvan. Csak nem tudom, hogy melyik állapotában lehetett írni. Menj rá a szócikre, de ott mintha azt írná, amit én mondok. A right protection. Hogy tetejéről az alja felé, az első az egy védelem nélküli, tehát benn van a pöcök. Unprotected, benn van tehát a akkor pöcök. Tudtad írni, hogyha ott van a pöcök, per leragasztottad. És ha ki volt törve, per nem volt ott semmi, akkor volt írás védve. Akkor viszont az új kazettákon volt ez a kitörhető pöcök tényleg. Igen. Igen, tehát azzal írás védted. Akkor jól emlékeztem, igen. Mert én is rengetegszer csináltam ilyet. Hát ugyebár kinek ne úgy indult volna a DJ karrierje a mi generációnkból, igen, hogy rádióból veszik fel a dalokat. Igen, akkor miért ragasztottuk volna le tényleg? Igen, igen, de hát volt ez olyan régen, hogy ez most megérte egy kis googlizást. Pedig ezt csináltuk. Egyébként ugye ez a védelem megvolt ugye a VHS kazettákon. Pontosan ugyanígy működött. És hát nyilván volt is fogszívás, amikor azért te rávetted a kedvenc filmet, az én kedvenc filmem sokkal jobb, és egyébként is a kurványát szóval. Voltak ebből ilyen... Igen. Ebből ilyen gyönyörök. Ja. Ja, hát rég volt. És akkor mit tudom én, megnéztél egy filmet, amit ugye fölvettél, ugye véget ért a felvétel, és akkor itt hirtelen belecsöppett egy másik film közepébe, hogy ja, ez igen. A régen, ez volt. De mit tudom én, még utána felvetted a reklámot, vagy nem tudom, mert szerintem sokak még így tudták megmenteni YouTube-ra a régi reklámokat, hogy ezek így megmaradtak. Biztos vagyok benne. Tehát azért a VHS rip kategóriája egyébként rengeteg jó dolgot megőrzött nekünk. Igen, hál a magasságoségnek. Úgyhogy érdekes volt mindenképpen. Hát jól elfilmeztük az időt. Nem gondoltam volna, hogy pont mi és pont a filmekről ilyen sokat tudunk beszélni, de... Nem baj, ez azt egy ilyen filmes műsor volt. Úgyhogy... Kifilmeztük magunkat. Hát valószínűleg az ünnepek alatt is leszkesetek betörőket valamilyen formában azért megemésztjük sokat gyára. Nem tudom, de azt is bármikor meg tudom nézni. Igen, meg vannak ezek a télapú, meg az ilyen szezonális filmek, amiket ugye csak ilyenkor... Így van. Vagy mondjuk brahiból már, amikor már semmi nem segít, akkor megnézze a nyár kellős közepén. Ja, Bogirek, még azt nem is olvastam el, hogy tavaly volt, hogy több csatorna is játszotta, plusz ismétlés, és mindig meg. Volt olyan, hogy egy időben játszott a két csatorna, viszont máshol jártak a sztoriban, és mondom, az priceless volt. És az egyik az egy reklámmentes csatorna volt, és volt, amelyik reklámokkal tömtett el, tehát ahogy véget ért, még a... Pehogy, mint a húzat. Nem volt benne a 10 percenként 20 perces reklám. Hát igen. Igen. Fú, az a halálom. Igen. Vagy hát most már nem halálom, mert nem tévézek, úgyhogy nem érint. De egyébként valahányszor olyan helyen vagyok, hogy megy a tévé, és mondjuk elmerülök benne, akkor tényleg kiborítod negyed óránként reklám van. Hát mi az anyátokat képzettek? Nem, most egyébként az elmúlt időben volt olyan eset, hogy valaki valamiről
mondta nekem, hogy erről van az a reklám, tudod, az, amit nem tudom, nem nézek tévét. Igen, ez a, vagy mit tudom én, egy társaságban így röhögcsélnek valamin, és akkor gondolod, hogy valami reklám, olyan a szövegkörnyezet, de hát én ezt így nem. Igen, tehát amit én nézek a Forma 1-ot, az alatt mindig ugyanazok a reklámok vannak, ugyanaz a pár darab, mert igen, hát ugye ott autót kell eladni, motorolajat, igen, meg mit, tehát hasonló témakörben van egy-két reklám. Amerikai foci alatt bebecsöppenhet mondjuk akár valami Fluimucire jellegű reklám, de ott kevés, mert ott a maga a meccs közben nem adnak reklámot, csak amikor, mit tudom én, negyed van, negyed vége, fél idő, ilyen pillanatokban, de akkor én meg pont fölállok, és akkor mit tudom, csinálok valami kaját, fölállok, így van, odaülök a géphez. Ez pontosan erre jó. Úgyhogy ott meg amiatt nem vagyok képbe a mai reklámokkal. Az meg, hogy mondjuk elalszok amerikai foci meccsen, és reggel arra kelek, hogy teleshop, az mondjuk egy kicsit illúzió romboló. Igen, igen, igen. Nem tudom, egyébként... Ami most, csak önöknek, 19.900, és hogyha most megrendelik, 25 akkor éve kap csak hozzá egy másodikat, mert úgyse rendeltülünk senki, vigyétek a faszba. De ez még nem minden. De ez még nem minden. Mert még kaptok hozzá olyan kiegészítőt, ami és miatt... ha ez nem lett volna elég, az első 10 ajánlat, ügyétek a faszba. Szóval... És ha ez nem lenne elég, ezt az egészet megkapnátok eBay-ről fele áron. De ez nem menjetek fel az internetre. Itt van készen, raktáron. Igen. Jó öreg telesen. Szól az ébresztő, és akkor mi ez a konstanzai háttérbe? És akkor most. Régen, amikor nem ezt a terméket használtam, akkor... Some of our testimonies. Hol az ébre? Melyiket? Igen, melyiket rúgjam le. Melyik a fontosabb? Melyiket rúgjam levillám gyorsan. Úgyhogy ja. Nem tudom, egyébként ezek a reklámok nem is hiányoznak, mert ugye helyüket ugye átvették az internetes mémek, amin lehet röhögni. Tehát. Meg egyébként is, hogyha valamiből van valami tényleg vicces, és mondjuk netán jó reklám, azt az úgy is utolér. Úgy is utolér. Igen. Meg valamilyen szinten reklámokat mondjuk YouTube streamek YouTube-on előtt, is, igen, Instagramon is, valahol szembe jön veled, igen. Igen. Tehát ami ténylegesen jó. Meg az is, ami nem. Legyen elég ennyi. Ilyen mély gondolattal zárjuk a mai műsor. Igen. Éppen, hogy tudok még beszélni, mert már nagyon korlátolt a dolog. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok az elmúlt röpke egy órában. Így igaz. Talk show legközelebb jövő héten lesz, akkor már a picikét rendhagyó módon, ugye? Hogy beszéltük? Most az nem jövő hét, az két ünnep között lesz. Az a két ünnep közötti lesz, akkor viszont jövő héten még innen jelentkezünk a stúdióból. Yes. Így van. Vasárnap gaming? A vasárnap gaming, igen, tehát ha minden igaz, akkor megint lesz egy kis GTA Online, és ha minden igaz, holnaptól esik a hó, mármint itt is, de elvileg a GTA Online világban is, és innentől kezdve az évvégéig. Nemzetközileg egy gombnyomással akkor snow. Igen, és akkor Los Santos az Los Snowos, vagy valami hasonló. Snow Santos. Igen. Úgyhogy akkor biztos, hogy ökörködni fogunk, viszont most még van egy olyan mód, tehát most van egy új beépített játék a GTA Online-on belül, ami Arena Wars névre hallgat. Oh. Ha már ez a neve, alapból meg fogjuk nézni. Oh. És hát annyi, hogy ugye autókkal, vagy akár motorral egy ilyen nagy arénában kell különböző dolgokat megcsinálni, mm-hmm. Tehát egymás ellen versengeni, és akkor ugye a győztes az több lóvét kap a keletén, és most jelenleg eztem ezen a héten, ez még dupla lóvé is megy, úgyhogy ebbe fogunk mindenképpen belenézni. Tehát most nem lesz az, hogy most... Aréna az arénában. Nem lesz az, hogy most valami különleges küldetést akarnánk teljesíteni, tehát most valószínűleg ebbe fogunk belenézni, de valami ökörködés kell a havas világban is. Azt tehát próbálok valami összhangot kitalálni, hogy meg ugye beszélni Kriszékkel is, Kriegerrel is, mm-hmm. hogy akkor hogy mint legyen pontosan a stream, de próbáljuk mindenképpen élvezhetővé tenni. Ami még lesz, én a vasárnapi napon lőtéren leszek még az múlval. No. Úgyhogy abból is lesz majd tartalom, de hát az valószínűleg vlog formában az utána lévő héten. Úgyhogy ez lesz még úgyhogy a vasárnap délelőtt, kora délután valószínűleg biztos, hogy nem lesz stream. Az esti GTA azért az meg lesz. Rendkedvéért mindenki. Utána lévő héten a kedd az szinte valószínűleg biztos.
megvártam. Egy határozott talán. Igen, megvártam. Egy határozott talán. Így van. Meg hogyha hétközben is már, hogy alakul valahova egy extra jön be mondjuk akár Kotnyekkel, vagy valaki mással, akkor az is szóba jöhet. Így van. Időben meg fogjátok tudni. De ami a legfixebb, az a talk show pénteken, és talán a GTA vasárnap. Meg még talán a GTA vasárnap. Így van. Az a lényeg, hogy kövessetek bennünket a Facebookon, kövessetek bennünket Instagramon, ott az a nevünk, hogy soundarena.hu. És egyébként, hogy ezt beütöd a keresőbe, vagyis fönt ott a honlap beírós rész rekeszbe, akkor kidob egy ilyen kis linkgyűjteményt, ahol mindenünket eléritek. Pontosan. Hát ez a www.soundarena.hu. És egy szép napon lesz ott egy normális honlapunk is. Egy szép lapon. Egy szép honlapon. Igen. Ma lesz a honlap weblapja, ezzel a mélyen szántó gondolattal szeretném én a magam részéről zárni ezt a kis talkshow-t. Így van, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, tehát talkshow-val találkozunk jövő héten, gaminggel pedig a napokban. Akármikor. Gaminggel akármikor is találkozunk. Akármikor is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és sziasztok.